A tanítási szünet miatt csend volt a Siógárdi iskolában. Ennek ellenére néhányan így is használatba vették a napokban átadott focipályát és játszóteret. A fejlesztések forrását a Jövőnk Energiája pályázat adta, és a cél a település komfortosabb átétele volt, elsősorban a gyerekek igényeire és sportolási mozgási lehetőségeire koncentrálva, mondta Gerő Attila polgármester. Ez ugye 2 éves periódusnak az eredménye, és én mindig ezt szoktam mondani, hogy az alapítványnak a működését mindig meg kell köszönni, hiszen olyanra is adnak pénzt, amit az országos pályázatoknál nincs kiírás, és így olyan kis dolgokat tudunk kialakítani, amivel sokkal szebb és talán látványosabbá lehet tenni egy településnek az életét. A sport és játszótér fejlesztés mellett a település templomának korszerűsítése is megtörtént. Egyrészt a hangosító berendezés újult meg, valamint olyan új lábazatot kapott az épület, mely megakadályozza a további vizesedést. Mivel vizenyős helyen van Siógárd, nagyon felszívták a falak, és belül a pár éve rendbe rakott templomnál már jelentek meg rázások, és így mindenképpen szükségszerű volt, hiszen meglévő munkát nem tönkretenni kell, hanem meg kell óvni. Az építkezések összköltsége 70 millió forintot tett ki. Rövidesen a helyiek nagy örömére a falu templomának órája is újra működni fog, hiszen a szerkezet teljes korszerűsítése is része lesz a most elnyert támogatásnak.